csodás reggelre ébredtünk, ami pont 6 óra múlva lesz. Ez a legjobban állapotban lement nap, amit most láthatunk a kis csónakból. Hajnali 2 óra van, és a kis karavánunk, ami 2 hajóból áll, indul a Dezsnyev fokra, ami hát 4-5 órás játék lesz. A kis hajóka, az így látszik valamennyire, hogy miről szól. Dobre útra. Zaslivo Putyi. Putyi. És hát mindjárt oda basz neki az emberünk, és gondolom, hogy égigérő fröcsköléssel mehetünk keletre és északra. A mi bádogrocsunk az erősebb, ezen egy 130 lóerős motor van, amivel akár, ugye mondtam én, akár egy 30 km/órás sebességre is képesek leszünk. Ami hajóval viszonylag jó. A másik rocsó az egy kicsit szakadékabb, amivel megyünk. De gondolom, azért megyünk kettővel, hogyha az egyikkel valami gond lenne, akkor a másikon megmentsen. Ugye itt az öböl bejáratban egy elég érdekes történet, ugye ez egy kis befolyás, és itt a hullámzás elég komolyan meg szokott viccelni bennünket kifelé. De most úgy látom, hogy bátran veszi emberünk a kanyart, és mindjárt megkapjuk az első fröccsöt. Uaj, bassz meg! De hát ez... így fog kinézni. Azt hiszem, mindent elmondtam ezzel. Irány! A Bering. Hihi! Na, így néz ki a 8 órás hajó, amivel eljutni. Ezt majd kicsipoljuk. Kasszó! A Bering szarosba. Meg tudom fordítani szerintem a kamerát menet közben, nem? De... ott a másik hajó. Szóval... a 2 órás alvás után... vagy másfél... ez se lesz. Könnyű! De... mondjuk azt, hogy... előttünk süt a nap, és az valószínűleg kelet. A Dezsnyev túra sajnos 4 óra rettenetek körülmények között történő csónakázás után kudarcba fulladt. Egy 10 kilométernyire tudtuk megközelíteni a keleti pontot, és ott már akkor hullámok voltak, hogy állni, ülni, feküdni sehogy se tudtunk a csónakban. Ezért a kapitán úgy döntött, hogy vissza kell forduljunk. Nagyon közel voltunk már, láttuk a célt. Az utolsó képen a nap alatt az már az volt. Nagyon sajnáltuk, hogy nem sikerül eljutnunk odáig, kikötni esélyünk sem lett volna, mert akkor a hullámok voltak már, hogy igazából a fényképezőgépet is majdnem elhajítottam eséskelés közben. Így azért megadtuk magunknak ezt a keleti pontot, mert ennél közelebb már nagyon nehéz lett volna jutni. És amennyit küzdöttünk érte, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a miénk volt.